Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a következő egy órában a kultúra megszállásáról lesz szó, nem napjainkban, bár ezek a történetek napjainkig is elnyúlhatnak, hanem a Kádár rendszerről fogunk beszélgetni Mező Gáborral, újságíróval, a századvég kutatójával és a kultúra megszállása című könyv szerzőjével. Szervusz. Szia, köszönöm szépen a meghívást. És hát kezdjük nagy vonalakban, azt javasoltam, nagyon sok személyes sztori történet van egyébként a könyvedben, ami közelebb hozza ezt a kort, és így sokkal inkább emberi sorsokon, sőt tragédiákon keresztül könnyebb is talán megérteni egy olyan embernek, aki már nem élt ebben, és nem élte át ezt a hangulatot, ami akkoriban volt. De miért volt szüksége ennek a rendszernek ö, egyáltalán a kultúrára, és mi volt a cél azzal, hogy a kultúrát, ahogy te fogalmazol, megszállták, olyan módon befolyásolták, és olyan embereket ültettek oda, aki a párt szempontjából ö, ö, vállalható volt? Hát ugye a kommunista rendszerek, azok általában, amikor átveszik a hatalmat egy adott országban, vagy egy, akár ugye egy, egy adott későbbi birodalomban, mint a, mint a későbbi Szovjetunió, az életnek az összes területét megszállják. Tehát az összes kulcsfontosságú területet. Ezt lehet látni Magyarországon is, hogy 45 után azok a területek, amelyek igazán fontosak voltak. Sajtó, propaganda, belügyminisztérium, gazdaság, külpolitika, diplomácia, Ezeket szinte rögtön elkezdték behálózni. Ugye kezdetben 45 után, amikor ugye még nem is a kommunisták voltak a hatalmon, hiszen bár nagyon reménykedtek, de nagyon leszerepeltek a 45-ös választáson, először eleinte inkább a háttérben. Tehát a, nagyon figyeltek arra, hogy a kulcspozíciókat mindenhol megszerezzék, és hát nyilván az idősebb nézőknek, hallgatóknak ismerős a kriptokommunista elnevezés. Ugye nagyon sok pártba, különböző intézményekbe kommunista érzelmű, a kommunista párt érdekeit képviselő embereket helyeztek el, akik mondjuk papíron kisgazdának látszottak, vagy szociáldemokratának, vagy másnak, vagy mondjuk függetlennek. És az ő segítségükkel szépen átvették a hatalmat, miközben a valóságban is, tehát mondjuk a színfalak előtt is átvették a hatalmat. 47-ben és 48-ban ez teljesen megtörtént, ez a kultúra területére is, is igaz volt. Ami még elmondható, hogy itt volt egy elit megsemmisítési kísérlet. Tudom, hogy ez nagyon durvá hangzik, de hát elég durva is volt. Tehát a, a korábbi elitet, polgári elitet, gazdasági elitet arisztokráciát. Ez nyilván köztudott. Egyrészt meg, megpróbálták fizikailag is megsemmisíteni, másrészt tönkretenni, a háttérbe szorítani, minden fontos pozíciótól ugye eltiltották őket, kitelepítették, bebörtönözték. Ugyanezt történt mondjuk az irodalom és a kultúra területén is. Nyilván nem mindenkivel, de akiről azt gondolták, hogy mondjuk jobb szerzőnek számít, az előbb-utóbb indexre került, tehát a könyveit nem nagyon lehetett elérni, ezzel párhuzamosan lejáratták a sajtóban, és közben fölépítették tulajdonképpen a saját embereiket. Most amiről a kultúra megszállása szól, ugye, hogy nagyon-nagyon hogy fontosak voltak az úgynevezett bizalmi emberek. Tehát azok az emberek, akikben meg tudott bízni a hatalom. Ez már 45 után is nagyon fontos volt, a rákosi diktatúra is nagyon fontos volt, de a kádárrendszerben is nagyon fontos volt. Tehát lényegesnek látták azt, hogy a, akár a kultúra, akár a véleményformálás, vagy az, ország többi kiemelten fontos területére megbízható embereket tegyenek vezető funkcióba, akik tudják felügyelni az adott területet. És azt látjuk, hogy, hogy ebben a tulajdonképpen játszmában szívesen felhasználták a volt AVH-sokat is, a volt katonapolitikai osztály, tiszteket, a volt katpolosokat is, tehát azokat, akik a korábban a legdurább erőszakszervezeteknek dolgoztak, tulajdonképpen a párt megbízható emberei voltak, mindent végrehajtottak, amire parancsot kaptak, gyakran túl is teljesítettek. A rendszer szempontjából ők nagyon megbízható emberek voltak, és őket is igyekeztek elhelyezni különböző funkcióba. Itt azért meg kell különböztetni azokat a, az AVH-n belül gondolkodunk ezen, Bárint László volt állambiztonsági tiszt és kutató, mondta előtt, tulajdonképpen az állambiztonságnál ő is ott, ugye, ott dolgozott, kétfajta ember volt, volt, aki alkalmas volt a munkájára, esetleg nyelveket is beszélt, értemes volt, és volt, aki nem. És általában azok, akik alkalmasak voltak, és még megbízhatók voltak, nyelveket is beszéltek talán, azokat helyezték. ugye az élet vagy a kultúra különböző területeire, Kardos György ugye a magvetőkiadó vezetője lett, Berkesi András író lett, Hás István a rádió elnöke lett, volt AVH-s, Radványi Dezső volt avh tévés rendező lett, de hát így nagyon sokáig lehetne sorolni ezeket a, az embereket, és tény, hogy egyébként sikerült, mert szinte mindenhol ott voltak. Újságírók is voltak, ugye? Újságírók persze jellemzően, mondjuk Komlós János szintén volt AVH-s, újságíróként kezdte, és aztán tévedt át tulajdonképpen a, a humor területére, de de mondjuk ett, tehát arról, hogy igazából mennyire a felügyelet alá tartottak mindent. Pont most írok egy könyvet a tévé megszállásáról, és ott például az az érdekes, hogy, hogy Berec János, akinek a neve szintén ismerősen hangozhat a főleg az idősebb hallgatóknak, ugye egy nagyon ismert kommunista politikus volt, tulajdonképpen ő felügyelte leginkább a tévét, el lehet mondani a háttérből. Neki a felesége szigorúan titkos tiszt volt, amúgy a szovjetek felé tolmács, ő vezette a tévé nemzetközi osztályát. Ott egy Berec. Berecnek a testvére a 3 per 3 tisztje volt, tehát állambiztonsági tiszt, Berec János Öccse, Berec Károly, ő meg tartó tiszt volt a tévénél, és szintén a tévé dolgait felügyelte. Na most, ha megnézzük azt, hogy csak ebbe, csak a Berec családdal kapcsolatban mennyire áthálózta tulajdonképpen ez a kommunista hálózat, a televíziót, és mennyire az ellenőrzés alatt tartotta, akkor láthatjuk, hogy mennyire szigorúan volt ez véve. Na de ugye itt a kultúra különböző területeiről van szó, és alá is húztam itt egy mondatot a te könyvedből, még ez itt az első oldalakon van, hogy hogy máig nem tudunk őszintén szembenézni sem a kádár korszakkal, sem a rendszerváltással, és ez részben ebből is adódik, hogy a kultúrának ilyen módon át van hálózva ezzel a fajta, tehát ezzel a rendszerrel, és mennyire igaz ez, hogy, hogy ugye azoknak, akik akkor éltek, ez az életük része, mert amiket elmondtál, tehát a könyvkiadás, akár a napilapok, az újság, a, 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 aztán később ugye ez a könnyű zenei iparban is felelhetőek, aztán a humor, amiről majd szeretnék egy kicsit többet beszélni, tehát ez az, az embereknek a mindennapjainak is a része volt, tehát ezt innen aztán ebből a korból, vagy egy idős emberként visszafele megítélni, és helyes és igazságos dönt, vagy ítéletet hozni saját magukban is erről, nagyon nehéz. Igen, magamat is többször figyelmeztetem, hogy ne ítélkezzek annyit, mint amennyit szoktam, egyébként igyekszek, azért már igyekszem kevesebbet. Biztos, hogy ez egy nagyon, egy nagyon nehéz szituáció volt, főleg az, átlagembereknek, átlag embereknek, mert a kádárrendszer abban volt kétségtelenül ügyes, hogy tulajdonképpen az egész társadalmat egy-két ilyen lázadó vagy kívülálló kivételével többé-kevésbé hát kollaboránsá tette. Ez egy kicsit rosszul hangzik, de ettől még így volt, tehát mindenki részt vett tulajdonképpen a rendszerben. Ugye a Kádár rendszer, a Kádár diktatúra itt a többi környező országhoz képest egy nagyon élhető diktatúra volt. Szinte egy átlag ember számára már el is felejtedődött, hogy diktatúra volt jó, nem lehetett igazából szavazni, vagy hát lehetett, de ugyanarra. De nem lehetett 56 beszélni, de azért egyébként ugye, tehát úgy lehetett élni, hogyha valaki nem lázadt már azért a 70-es évektől nagyon, vagy nem, nem akar beszélni, akkor ugye el lehetett lenni, és pont ezért is nehéz ezzel foglalkozni, mert nagyon erős a nosztalgia a Kádár rendszer irányába, hiszen mit lát mondjuk egy átlagember, aki kevéssé olvasott utána, nyilván én is ezt láttam, hogy láttam volna, hogyha nem ez mondjuk a szakterületem, hogy volt munka, volt lakás, tulajdonképpen templomba is lehetett menni, igaz, hogy megfigyeltek, és igaz, hogy nem mindenkinek lehetett menni, de úgy, ugye el lehetett lenni. És azt mondjuk, az átlagember nem tudja, hogy ez az egész igazából egy óriási nagy hitelre, tehát ez a legvidámabb barak, ez egy hitelre ment tulajdonképpen, egy olyan hitelre, amit úgy ma is nyögünk, és egyébként szerintem Magyarország örökké valamilyen szinten nyögni fog, nem hiszem, hogy valamikor ki tudunk szabadulni, hogy itt az egy diktatúr volt a háttérben, tehát azért nehéz, mert hogy van egy ilyen nosztalgia, és ez a legvinámabb barak, ennek a legvinámabb baraknak a felépítése, ennek az imásnak a megteremtése, ez kétségtelenül jól sikerült. És ebben ugye nagyon, a, tehát a kultúra, vagy a véleményformálók, vagy a média nagyon fontos szerepet játszott ebben a, ebben a látszatban, hiszen itt tényleg lehetett kritizálni, itt tényleg lehetett, már a politikai humor is megjelenhetett, teljesen más volt mondjuk, mint Romániában, vagy az NDK-ban a helyzet, és ezért szokták azt mondani, hogy tulajdonképpen a társadalom nagy része az úgynevezett Stockholm szindrómássá vált, tehát végül is idejött a szovjet hadsereg, idejöttek a kommunisták a Szovjetunióból, azért is fogalmazhatok így, mert még azokat is jellemzően eltették az útból, akik Magyarországon voltak kommunisták, és nem hozzájuk tartoztak. Idejöttek, megszállták ezt az országot, 56 után még egyszer megszállták, és tulajdonképpen a társadalom hozzászokott -e ez a megszálláshoz, és és a Stockholm szindróm arról szól, amikor egy áldozat ugye a túlszejtőjét megszereti, elfogadja, vagy esetleg szerelembe is esik vele, és hát sajnos ez történt egy idő után nálunk, hogy, hogy a magyar társadalom nem azt mondom, hogy megszereti, de elfogadta ezt. Igaz, nem is volt más lehetősége. Tehát 56-ban láttuk, hogy, hogy senki nem segített a segítségünkre, kegyetlenül leverték ugye a szabadságharcunkat, tehát láttuk, hogy itt nem nagyon van remény akkor mit lehet csinálni, megáll az időben, valahogy úgy mondják, hogy hát akkor itt fogunk élni, hát akkor itt kellett élni. Ugye ennek a kornak egyébként, én hallottam, hogy a javára írják azt, hogy volt egy társadalmi mobilitás. És miután most olvastam a könyvedet, bennem ez a társadalmi mobilitás szó szóval egy picit úgy árnyalódott. Mert azért mégis azt lehet látni, hogy ha kívülről úgy is tűnt, hogy na ez egy szegény vidékről jött munkás gyermek, és lám-lám mire vitte, azért emögött nagyon sok mindennek kellett lenni, azon kívül, hogy ő egy munkás szegény gyermek, és nem is biztos, hogy mindig a tehetség volt az, ami el mögött állt. Hát ez sokszor megtörtént, igen, tehát így ugye mindig szokták azt mondani, hogy hát akkor felemelték az egyszerű embereket, és egy munkásnak is milyen nagy esélye volt. Igen, valóban egyébként azt látjuk, hogy elég sok munkásszámozású ember ért el nagy karriert a kommunizmusba, de hát azt is látjuk, hogy ezeknek a többsége ugye a pártembere volt, és jelentős részük egyáltalán nem értett ahhoz egyébként, amit csinált. Ugye ez még főleg a rákosi időszakban indult el, de ezeknek az embereknek a nagy része később is befolyásos pozícióba dolgozott. Nagyon sok olyan emberről olvastam, érdekes egyébként a visszaemlékezéseket olvasni, amikor a kollégák írnak egy-egy visszaemlékezést, és mindig kiderül, hogy az az ember, aki a főnökük volt, teljesen alkalmatlan voltam úgy a munkára, de van, akiről leírják, hogy amúgy rendes volt, nem zavarta őket, van, akiről leírták, hogy egyáltalán nem volt rendes. Tehát persze volt ilyen. Volt olyan is, aki tényleg egyszerű munkás számozásúként befuthatott akár karriert is, de azért általában nagyon is megvolt az ára. Tehát főleg, hogyha most a kultúra vagy média területéről beszélünk, akkor nyilván meg kellett kötni a saját kompromisszumát, nagyon gyakran együtt kellett dolgozni az állambiztonsággal, és hát olyan dolgokat is vállalnia kellett, amit nem biztos, hogy vállalt volna magától. És azt azért lehet látni, hogy bár persze voltak ilyen karrierek, most csak a tévé vagy a könyvkiadás területét érintve azt lehet látni, hogy azért, aki igazán nagy karriert futhatott be, azok jellemzően nagyon is megbízható elvtársak voltak. Tehát nagyon ritka volt az, aki mondjuk úgy futott be karriert, hogy ő mondjuk nem politizált, és akkor neki csak úgy engedték. A könyvednek az első fele olyan sztorikkal kezdődik, ahol tragédiák sorozata olvasható öngyilkosság, öngyilkosság hátán, ha lehet így fogalmazni. És én ezekkel kapcsolatban arra szeretnék csak rávilágítani, hogy az, hogy valaki együttműködött az állambiztonsággal, vagy avh volt, vagy katpolos volt, ugye ez a katonai politikai osztály, vagy ezt, ezt hogyan, hogyan mondjuk, Katpol, katonapolitikai osztály teljesen? Jól hmm, akkor jól mondtam. Jó, tehát, hogy ennek, ennek szolgált, vagy tett szolgálatokat, azért ez a magánéletére, a személyiségére, Korán sem volt egy olyan feldolgozható dolog sok esetben. Tehát erről is egy picit szót ejtsünk már, mert ugye amikor azt mondom, hogy valaki AVH-s volt, akkor jó, hát ez nagyon rossz. De hát hogy, hogy miért volt az, és aztán ez egyébként hogyan sinlette meg, és ment rá mondjuk egy komplet család, vagy akár még az örökösök is, tehát a gyermekek is vitték magukkal ennek a nyomait, arról azért ritkán van szó. Az az érdekes, hogy az egész történelmünket érdemes úgy nézni, hogy megnézzük ilyen akció-reakció összefüggésben nézzük meg, tehát hogy valami történik, annak történik egy válasz. Tehát azt is látni kell, hogy akik mondjuk az AVH-nál elkezdték, azok zömmel üldözöttek voltak, tehát mondjuk a nyilaskorszak alatt, de már előtte is a horti rendszerbe és valamilyen szinten üldözték, nem kaptak olyan lehetőséget, amit lehetett volna. Tehát ezeknél az embereknél, akiknek egy jelentős részük mondjuk a holokauszt után túlélőként visszatér. Másrésztük mondjuk üldözött kommunista, illegális kommunista volt. Tehát ez valahol rendszerszerű és érthető, hogy ki akar, tehát ki csinálja meg a politikai rendőrséget, nyilván kommunisták csinálják meg, rendszerszerű és érthető, hogy kommunistákkal rakják tele, illetve olyan emberekkel, akik, akik nagyon ellene vannak ugye a régi jobboldalinak nevezhető világnak. Tehát ez valahol érthető, hogy mondjuk hazajön egy holokauszt, túlélő, amúgy is mondjuk baloldali, vagy nem is baloldali, de neki szimpatikus lesz ez a rendszer, ez a rendszer neki azt ígéri, hogy most már nem fognak bántani, sőt, együtt építhetjük fel ezt az új világot. Érthető, hogy belebelép a politikai rendőrségre. Ez egyébként szerintem teljesen elfog. Ez fontos látni. Az, hogy utána ugye először ugye a valós ellenségekkel próbáltak leszám, leszámolni, tehát számonkérés volt nyilasokkal, Jellemzően már akkor is belekerültek olyan emberek, akik egyáltalán nem voltak nyilasok, és ugye nyilasok meg simán megúszták a számonkérést. Így elkezdik. De hát már 45-től elkezdenek olyan embereket is begyűjteni, akik igazából teljesen ártatlanul semmi más bűnük nincsen, azon kívül mondjuk, hogy keresztények, vagy jobboldaliak, vagy esetleg egyáltalán nem kommunisták. Vagy például kommunisták, ugye kommunistákat is elkapnak már az elején. Tehát itt azért lehet látni, hogy akkor hogy a AVH-nál ott maradnak és elkezdnek dolgozni, egyre durvább ügyekbe vesznek részt. Van, aki azért már szerintem 47-48-ban az észbe kap, de a legtöbben nem, a legtöbben azt mondják, hogy ők a rajkügy kapcsán talán már akkor kezdenek, amikor ugye saját magát is elkezdi megölni. Ugye ez a szörnyeteg, amikor már saját kezét is levágja azután, hogy már sok kezet levágott, és sokan mondjuk akkor kapcsolnak, de nagyon sokan akkor is ott maradnak. És igazából maradnak a vég játékokig. Na most ezek az emberek tulajdonképpen átélték azt, hogy nem csak ártatlan embereket öltek meg az ő kínzásukba, koncepciós perekbe sodrásukba vettek részt, kihallgatásukba. Nem csak keresztényeket, nem csak bárkit az utcáról, hanem a saját elvtársaikat. Hát azért ezt egyébként nagyon durva feldolgozni, hogy a saját barátodat, elvtársadat, haverodat is megöletted tulajdonképpen. Ez szerintem egy éplelkű ember ezt nem tudja normálisan feldolgozni. Ráadásul ugye akkor még, még ugye a pszichológiai szakma is teljesen tiltva volt, a vallás teljesen tiltva volt, sehol nem lehetett ezt tulajdonképpen elmondani, sehol senkinek. Szerintem természetes, hogy, hogy ezt így nagyon nehezen élték meg sokan, és, és azt lehet látni, hogy nagyon sokan szitalba menekültek, egyfajta önpusztításba menekültek, és nagyon sokan meg egyáltalán nem menekültek sehova, szerintem ők lehettek valamelyen szociopaták, vagy te annyira elvtelen az emberek, akik még ezt se látjuk, tehát egy Bauer Miklósnál, mondjuk név szerint őt említetjük, az AVH főtisztje volt, később a komplexnél dolgozott jogtanácsosként, a rendszerváltás után is jogászként dolgozhatott, egy volt vezető AVH-s, nála nyomást sem láttuk a már szembenézésnek. Másoknál meg igen, én gondolom, hogy Komlós János nem csak azért volt önmagát pusztító alkoholista, mert hogy neki is nehéz lehetett megélni ezt a stresszt, hogy politikai humort csinál, de bármelyik pillanatban hibázta, sose tudja, hogy meddig, át, tudja, hogy meddig mehet el, ugye nyilván ez egy nagyon nehéz műfaj volt. Vélelmezem, hogy az ő ivásába azért a múltja is, és a múltjának a feldolgozásának a hiánya is részt sokaknál lehet ezt látni. És bizony olyan is volt, ahol, ahol maga az illető nyilkos, ugye a kosnészűcs. Vera szintén volt Áviás, ő 68 váltag azért, mert hogy, mert hogy látta, hogy most megint bevonulnak Csehszlovákiába, és akkor, akkor megint hazugság volt, hogy most itt engedik ezt, a, ezt az erjedést. Ugye a mi részünkről ez, visszatekintve ez, ez, is elképesztő, hogy valaki tényleg elhitte ezzel, lehet, hogy tényleg elhitte, és ezért lett öngyilkos. És azt látjuk, hogy mondjuk Kardos György esetében nem ő lett öngyilkos, hanem a fia. Tehát valamelyest végül is az ő bűneiért, mint hogyha nem, ő fizetett volna meg, bár ő is megfizetett, mert egy fiú elvesztés az óriási tragédia, hanem tulajdonképpen a fia és mindazok, akik a környezetében voltak. De neki is volt öngyilgossági kísérlete, nem? Volt neki, hát ugye itt Általában sose látunk, vagy ritkán látunk olyan forrás, ugye hát erre nincs felvétel, de hogy van rá forrás, hogy volt, hogy a Moldova György legjobb tanítványa és barátja is leírta. Más információs van erről, hogy igen, neki is volt. Ő ugye kardos György, ugye a magvető kiadónak a vezetője, tulajdonképpen két nő között őrlődött, ugye volt a felesége, és volt egy Mátai Florence nevű nő, akit tulajdonképpen ők szerveztek be erőszakkal még a katonapolitikai osztályhoz, nagyon undorító és mocskos ügyekben vettek részt, ugye ezekről bőven írok. Utána Mátai Florence Ignótus Pálnak, ugye a nagy Ignótus fiának, szociáldemokrata, publicistának és értelmiségének a felesége lett, ki költöztek Amerikába, ugye emigráltak 56-ba, és ő meg a két férfi között törlődött, igazából azt is tudjuk, hogy a végén már elkezdett megbolondulni, és tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy Kardos György is nehezen élte ezt meg. Ez egyszerre megrázó és egy hihetetlen történet, és tulajdonképpen a rendszernek minden aljassága és minden sötétsége benne van. Ami ugye belemászik a magánéletig. Tehát, hogy nem, hát hagy, nem hagy szabadon semmit. Abszolút a belegondolunk, tehát itt azért a, ez a diktatúra mindenkibe bele, szinte mindenkinek belemászott a, a magánéletébe. Hát itt írtatosan sok embert beszerveztek ügynöknek, nagyon kevés szerintem az olyan család, ahol mondjuk nem volt ügynök. Ha tágabban értelemben veszük, akkor szerintem nehezen tudom elképzelni, hogy egyáltalán volt ilyen. De minden szinten beleavatkozott, és most gondoljunk arra, hogy ez hogy tett tönkre barátságokat, életeket gondoljunk arra a bizalmatlanságba, hogy igazából, hogyha, hogyha valaki olyan pozíció dolgozott, olyan munkája volt, akkor nem igazán visszatott meg senkibe. Persze volt, aki már olyan szinten volt, hogy nem érdekelte, hiszen a rendszer ő benne annyira megbízhatott, hogy már igazából bármit megtettet, de egy átlagember az egy ilyen paranoiás félelembe is élhette a, az életét, főleg mondjuk egy értelmiségi. Na akkor térjünk rá a humor nagyágyúira, ugye ez a címe ennek a fejezetnek, ahol ezzel foglalkozol, és hát már az megdöbbentő és grotex, hogy ugye két volt avh tisztre bízzák ezt a humor dolgot itt Magyarországon, Róna Tibor és Komlós János kapják meg ezt a feladatot, és hát tehát, hogy, hogy egy kicsit, hogy lássuk ennek a, amit most elmondtál, hogy hogyan viselhetett meg embereket, az a sok minden, amit AVH-sként ők maguk követtek el, vagy csak láttak akár maguk körül, hogy ő folyik, és akkor ők utána átmentődnek egy másik iparra, mondjuk a kultúrának ezen szegmensére, hogy humort kell csinálni, hát ez önmagában is abszurdnak tűnik. Hát önmagában is nagyon érdekes történet, hogy olyan emberek humorizálnak, akik korábban a legkegyetlenebb dolgokat is elkövették, és hihetetlen sötét ügyekbe vettek részt Komlós Jánosról, azért tudjuk. Ma már, mert ezek a képek mindig egyre, tehát ahogy telik az idő, egyre jobban összeállnak. Tehát egyre többet fogunk tudni. És ez jó is, meg rossz is, mert időközben mindenki meghal az összes szereplő, és egyre kevésbé emlékeznek rá, de jó, hogy legalább idővel egyre többet tudunk. Komlós Jánosról lehet tudni, hogy ő konkrétan ő sodort bele egy koncepciós ügybe egy olyan szerzetest, aki teljesen ártalmatlan volt, vagy ártatlan volt abban az ügyben, és kivégezték. Tehát ő konkrétan megölt egy ember tulajdonképpen. És hát neki nagyon sok sötét ügye volt, pont Bálint László mondta azt, ez egy nagyon jó anekdóta, hogy ugye amikor az ámbiztonsághoz került, akkor ő azt hallotta, hogy a koncepciós ügyek nagy szakértője, akik igazán jól tudnak koncepciós ügyet építeni, tehát hazugságokra, igazságmorzsákra kevert hazugságokra építeni egy teljesen hazug pert. Az a Komlós János volt, és a Janikovszki Béla az AVH-nál, utóbbi ugye Janikovszki Éva Férje, tehát ők voltak arról hírhettek, hogy ők ebben nagyon jók. Na, találékonyak voltak, nagyon jó volt a fantáziájuk, ugye ez is kellett hozzá, bármilyen szörnyű. Kardos György és Berkesi András író ugyanezt képviselte a katpolná. Olyan történeteket írtak meg, amik egyébként egész hihetőek voltak. Később a Berkesi ez meg is írt a regénybe, meg a Kardos is, és kiadták a Kardos kiadójánál a magvetőnél. Ezeknek a regényekben mindig volt valóság alapjuk. Tehát tényleg voltak kémek, Tényleg volt egyfajta ellenállás itt, 45 után, csak hát mindent hozzáköltöttek, teljesen ártatlan embereket belesodortak, és mondjuk kivégeztek. Ebből egyébként ugye a szörnyű egészből meg is éltek később. Tehát a Berkesi András iszonyatosan jól keresett abban az időben olyan könyvekből, amelyeket egyébként ma is olvasnak, és amelyekbe természetesen nem az eredeti nevükön általában, de olyan emberek szerepelnek, akiket mondjuk ártatlanul kivégeztek, és ők ebből éltek. Kicsit elkalandoztam, de tényleg nagyon ö, sötét ügyebe vettek részt. De nézzük a humor oldalát egy kicsit. Ugye hát az átlagember azt látta, Komlós Jánosról, Hofi Róna Tibort már alig-alig ismerik, mert ő igazából az 50-es, 60-as éve volt ismert, és utána emigrált Angliába, és igazából így, így ki lett törölve, ugye nyilván aki emigrált, az a tulajdonképpen utána nem nagyon foglalkozott így a rendszer, néha így írtak róla, de hát azért ő, ez egy bűnös cselekedet volt, ma se tudjuk, hogy miért ment arra, vagy miért ment Angliába. Komlós viszont nagyon híresett, és Hoffi is. Ugye ők és úgy de oda mondtak a rendszerhez. És az, az érdekes, ha valaki megnézi utólag a műsoraikat, akkor nagyon sok olyan jelet lát, ahol úgy tesznek, mint oda mennének, hogy oda mondanának a rendszernek. Tehát arról szól maga a jelenet, hogy oda mondtak a rendszernek. Mondok egy nagyon jó példát, ezt pont a napokban néztem meg. Hofi és Komlós. Hofi, bejön, a tévődnek, Komlós kérdezi, miért sántítasz, vagy mi bajod van? És mondja, Hoffi, hát tényleg nem viccelek, tényleg sántítok megütöttem a bokámat. Kérdezi a komlós, hogy hát, hát miért, miért? Hát, amit mondtam. Na, a közönség már ugye elkezd nevetni. Hú, ez, ezek már megint megütött a bokám, meg bátor volt. És akkor, hát miért mondasz olyat, hogy, amit nem szabadna? És akkor mondja a Hofi, hát csak azt mondtam, amit te mondtál, hogy mondhatok. És ez a poén. És ezzel röhögnek, ugye ez a poén. Ebbe egyébként a valóságból, hogy ezt lefordítjuk mi, ugye arról az egész, hogy mondott valami nagyon bátor dolgot a Hoffi, és ezzel rögtön, hogy megütötte a bokáját, és kiderül az, hogy végül is a Komlós mondta, hogy ezt mondhatja. Tehát tulajdonképpen arról is szó van, hogy itt egy elvileg szabad humoristának, <laughs> ugye, mert itt egy humorista van szó, amúgy ő se szabad, mert a Komlós mondja meg, hogy mit mondhat. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon árulkodó jelenet, ha, ha megnézi utólag az ember. Egy történésszer beszélgettem, újra nézte a Hofinak a műsorait, meg a Komlósét, és azt vette észre, hogy igazából semmit nem állítanak. Tehát sose állítanak igazából semmit. Tehát úgy megteremtik a bátorság, meg a lázadás illúzióját, de nem állítanak semmi fontosat. És tulajdonképpen erről szólt az egész egyfajta ámításról, hogy ebben az országban ki lehet mondani, nem mindenkinek nagyon fontos, hogy a Komlós és a Hofi mondhatta ki, tehát egy volt AVH-s szigorúan megbízható ember, és az ő igazából tanítványa, Hofi, ők kimondhatták. Egy-két ember kimondatta, nem mindenki. De a valóságban megnézzük, ők is mit mondtak ki, igazából nem mondtak ki semmit. Annyit mondtak ki, hogy itt már lehet. Mire szolgált az egész? A legvidámabb a barak imázsának a, az építésére. Ugye, hogy ez egy szabad itt már lehet. Romániában egy ilyet megpróbálná, szerintem azóta, azon, a jött volna érted, akkoriban is még a fekete autózt eltüntettek volna a Dunadelta vidékén, vagy nem tudom hol. Itt meg lehetett tenni. De valóságban mit tettek? Volt ugye Kádár paródiája, miről szólt a Kádár paródiája, és itt egyébként mindenek meg volt az ideje, tehát Kádár paródiá is csak egy idő után jöhetett, ugye minden így Szerintem egyébként ők tehát biztos vagy benne, hogy szondázták a társadalmat, tehát minden politika szondázza, most is tudjuk, hogy a politikával pártok szondázzák, nézték, hogy mit lehet, mit nem, mendig lehet, hogy nem. Eljött az idő, hogy már Kádát is lehet parodizálni, mert ugye hát Kádár annyira laza diktátor, már a Rákosi Mátyáshoz képes, hogy őt parodizálni is lehetett. Miről szólt a Hofinak a Kádár parodiája? Semmi másról, mint hogy Kádának a beszéd stílusát parodizálta. Ezzel már lehetett nevetni, ezt nyilván mindenki tudta, ez belefért. De hát, Szóval sem jöhetett, hogy valami komoly témát említsen. Mondom, Na, Nagy Imre is tabu volt, nem? Hát Nagy Imre is ilyenek is tabu volt, de azért ez, 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 ez más is volt. Tehát a rendszernek az összekacsintásában, és általában mindig ez, ez a humor területén is megjelent, hogy mindig úgy csináltak, hogy bármi történik lent, Arról tulajdonképpen Kádár János nem nagyon tud, az nem az ő felelőssége, nem is az elit felelőssége. Tehát valaki elkezdte, és egyébként már az emigráns sajtóban akkor megírták a komlós féle kabaréról, de a hofi féle is nagyon-nagyon jellemző volt, Hogyha valaki lefordította, hogy mi az általános üzenet, az általános üzenet az volt, hogy persze vannak itt ö, miniszterhelyettestől lefelé, akik nem jól csinálják a dolgokat. De igazából főleg ők, és főleg a kis emberek, tehát akik úgy mutyiznak, lopnak, a focisták, nem fociznak, nem edzenek, nem tudom. Tehát igazából magát a társadalom alsó részét ö, kritizálta, és tulajdonképpen ennek volt egy olyan hatása, ami szerintem nagyon rossz volt, de a rendszer szempontjából meg nagyon jó hogy demoralizálta továbbá is a társadalmat. Tehát ez a társadalom 45 után ugye azt tanulta meg, hogy a magyar az egy bűnös nép, nem nemzet nép, mindenhol ezt kellett olvasni, minden történetünk erre futott ki, mi voltunk ugye a propaganda szerint Hitler utolsó csatlósa, minden szörnyűség itt történt meg, a hidegnapokról lehetett tudni, hogy délvidéken ugye több ezer sok ártatlan szerbeti zsidót kivégeztek, ugye ilyen különböző különítmények csendőrkülön, arról viszont nem lehetett tudni, hogy milyen bosszú volt, tehát mindig azt a teóriát, meg azt a történetet erősítették, ami azt támasztotta alá, hogy ez egy nagyon bűnös, nagyon megjavítható, szerencsére, de ez egy nagyon bűnös, nagyon rossz nép volt, és tulajdonképpen ebbe ez a fajta propaganda, és ez a fajta humor is belejátszott, hogy itt mindig mind azt kell olvasni, hogy mi erre alkalmatlanok vagyunk, hogy nekünk igazából jobb a kicsik vagyunk, nem merjünk ezzel próbálkozni. Jelenleg az a rendszerváltás után is ugye átszülem lett, hogy merjünk kicsik lenni, elég megnézni egy szomszédok epizódot, nem kell az összeset, mert azért az egy tortúra. Ugyanaz az üzenet volt ott is, na hát ne vágjunk inkább bele, itt úgyse változik semmi fönt, már megint el lett rontva, ez a rendszer ugyanolyan rossz, mint az előző, egy kis nosztalgia is. Tehát ezt lehet látni, hogy itt egy, hivata, egy ilyen hivatásos víz alá nyomás, vagy nem tudom mi működött, hogy a társadalmat így egy kicsit lenyomjuk a víz alá, hogy, hogy, ugye a helyére rakjuk, majd mi, a politikusok, véleményvezére, kiemelt humoristák, majd mi megmondjuk, hogyan legyen, te sajnos egy ilyen kisgyerek vagy, neked meg kell mondani. És szerinted a mai magyar társadalomban Hofiról ez a realista kép, vagy ez a reális kép, ez, ez, a helyén van? Mert ez számomra még mindig úgy tűnik, hogy ő egy legenda, és, és, ezek a háttér dolgok kevesek számára ismertek. Mondjuk az én generációm számára lehet, hogy abszolút nem egyébként, de még az idősebbek is, ha Hofiról van szó, akkor hát ő, ő megkerülhetetlen. Egyrészt, hogy a Hofi önmagában egy zseniális előadó volt, még nagyon jó komikus, tehát, ha megnézzünk egy olyan, tehát, ahol még nem politizálnak, már Sándoros, azt mondjuk, aki nem ismeri, azt ajánlom, az tényleg egy jó paródia. Tehát amikor ő parodizál és nem politizál, az, az, általában tényleg színvonalas. Másrészt azért, tehát, hogy a rendszerváltás nálunk hogyan történt meg, gyakorlatilag a médiát ez a posztkommunista hálózat tulajdonképpen szinte teljes kizárólag megtartotta. Tehát ebben a, a rendszerben, ebben a médiavilágban és a véleményvezérekben, de akár a történész szakma is nagyon-nagyon egy irányba működött 90 után, nagyon sokáig. Ennek a társaságnak Hofi egyfajta legenda volt, és ugye ez a társaság, ez a sajtó azt emeltek, ki, hogy ő milyen bátor volt. Ő még azért, hogy megmondta, de most gondoljunk azt, hogy egy ilyen képet, ami kialakul a társadalomból, ezt megváltoztatni, ez nagyon időigényes feladat. Hát ez a német szociológus mondta, most persze nem jut eszembe a neve, hogy egy rendszerváltáshoz, egy politikai átalakuláshoz elég hat hónap is, egy gazdaságihoz valószínűleg kell már hat év, viszont ahhoz, hogy ez a tudatokba, morálisan, a lelkekbe is, a fejekben is végbe menjen, az 60. van esztendők. Ha ebbe belegondolunk, akkor most vagyunk kb. a felénél, valahol már tartunk, és egyébként nagyon jó, hogy, hogy Hofinak ez az oldala, a rendszernek ez az oldala, a rendszerváltásnak a valódi narratívája már megjelenhet, és már lehet róla olvasni, már nagyobb médiumok is írnak róla, már filmek készülnek, dokumentumfilmek. Nem az van, hogy, hogy a ősvezért egy standon egy ilyen szakadt, szakállas bácsi próbálja eladni a könyvét, ahol mondjuk leírta így ezt a fajta hátteret, hanem az, hogy ez tényleg már megjelenik a kiadóknál. Meg ez már egy nagyon jó dolog, de hát nagyon sok idő kell. És nyilván nem szabad átesni szerintem a másik hibába. Tehát azt sem szeretem, amikor valakit kritizálnak a politikai teljesítménye miatt. Mondjuk egy Eszterházit, egy Nádast, vagy egy Györgyöt, de akár idevetjük a Hofit is, és akkor összehozzák azzal is, hogy már nem is voltak jó ír, jó írók, nem is volt jó. Tehát azért eddig nem szabad elmennünk, hát látni kell, hogy a Nádas, Spiró, Eszterház, ezek mind nagyon jó ír, ö, írók, ugye, aki él még most is író, aki már nem akar, egy nagyon jó író volt. Tehát a mesterségbeli tudásuk az megvan. Ezt el kell különíteni a politikai teljesítményükkel. Től. És ugyanezt kell, tehát a humoristáknál is, hát Hoffiról el kell ismerni, hogy egy jó humorista volt. Nem szabad így végletesen elítélni, vagy egy végletesen nézni ezt az egészet, elemezni kell, hogy az a fajta humor az végülis milyen célt szolgált. Nagyon érdekesen elemezni a, a műsorait, hogy melyik mondatával mit üzenhetett. Én ilyenkor nekem az a kedvenc, hogy megnézek egy ilyen régi műsort, egy régi tévéadást, egy régi rádiófelvételt, egy régi könyvet szinte mindent lábjegyzetelni kellene, tehát szinte az összes mondatot lehetne lábjegyzetelni, egyrészt kiigazítani, ahol hazudik, másrészt lábjegyzetelni, hogy itt mit akar tulajdonképpen elérni. Mert hogyha elkezdünk ezekbe belegondolni, mit akarnak, tehát a nagyobb egészbe gondolkodni, akkor azt látjuk, hogy az acél rendszer a kultúra területén is, a humor területén nagyon jó fel volt építve. Tehát nagyon színvonalas volt. Tehát ezt vegyük már, hogy nagyon színvonalas volt, nagyon jó íróink voltak, nagyon jó tévéfilmek készültek, nagyon jó filmek készültek, nagyon jó rádiójátékok készültek. Színvonalas volt. Nekünk azt kéne elemeznünk, hogy mi jelenhetett meg, és mi nem jelenhetett meg. Ami megjelent és bátorságnak számított, abban mi volt a valódi bátorság, minek lett mondjuk következménye, tehát mi tényleg szilencium, kirúgták, visszaszorították, és mi volt engedélyezett bátorság. És hogy így elkezdjük elemezni, akkor látni fogjuk a 168 óra valódi szerepét, ez egy engedélyezett szerep volt, egy ilyen belpolitikai szerep, akkor látni fogjuk a parabolának a szerepét, amit ő Árkus József humorista vezetett, szintén a hadseregtől dolgozott maga, mondja egy interjúban, hogy politikai tisztként kezdte a legdurvább kommunista propaganda cikkeket írta, majd írta a Lenin fiúkról magasztaló regényt, ugye, hogy milyen fantasztikus emberek voltak a vörös terroristák, majd szépen ő is fejlődött, és a 80-as években egy olyan parabolát vezetett, ami tényleg más volt, szabad volt, vicces volt, politizáltak benne. Na de ki? Ő politizált benne. És hogy politizált? Hát itt minden engedélyezve volt. Tehát minden meg volt beszélve. Ha csak arra gondolunk, hogy a rádióvezető a rendszerváltásig, Hás István egy volt áviás volt, akkor szerintem látjuk, hogy ez mennyire kiépített rendszer volt. És Hás István egyébként az is jó példa, mert amikor írok róla, hogy Hás István avh volt, és azért, azért félelmetes belegondolni, hogy egy avh vezette a rendszerváltásig a rádiót, akkor mindig megjelennek volt rádiósok, és mondják, hogy milyen rendes ember volt. És ebben kétségtelen igazuk is van, mert minden azt olvasom, hogy egyébként a rendes ember volt, emberséges, ez nem szólt bele semmibe. De hát rajta tartotta a, szemét ugye mindenen. Tehát azt lehet látni, hogy ez akkor a rádióban tényleg egy szabadabb időszak volt. Tehát ott tényleg bátor riportok elkészülhettek, és nem vehetjük el a rádiósoktól, se a hallgatóktól azt, hogy ezeket meghallgatták, és akkor azt érezték, hogy na, itt tényleg változik valami, itt tényleg meg lehetne, ezt nem vehetjük el. Csak azt kell pontosan látnunk, hogy mit engedtek, és mit nem. És azt kell pontosan látnunk, hogy kik azok, akiket már 80-as években megfuttattak, és 90 után is irányították a nyilvánosságot. Na és hát ugye azért érdekes ezekről az eseményekről olvasni, tudni minél többet, mert akkor úgy kialakul az emberben egy árnyaltak kép ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és akkor most hagyd térjek rá a kiszre, a kisznek az embereire, és az első bevezető kérdésem az lenne, hogy mondjuk egy AVH-s múlttal szemben egy kisz múltat, azt hova helyezzünk el? Mi hát a kisz? Igen, itt vagy, így, tehát így igazából a, kommunisták és később a posztkommunisták, MSP és SZDSZ közeli értelmiség, véleményformálók média, nagyon ügyesen építettek föl különböző teóriákat. Nem mindenki tudatosan, van ebben tudatosság is, és van, aki részt vett benne. Ennek például az egyik része, hogy az, ha állambiztonsági múltat vizsgáljuk, akkor kerüljön mindig a fókusz az ügynökökre. Ki a legártalmatlanabb szereplő ebben a piramisban? az ügynök egyébként, akit nagyon sokat egyszerűen bezsaroltak, nagyon sokat fenyegettek, egy nagyon sokat azt tudjuk, hogy szervezték be, esetleg a családjával zsarolták, de rájuk került a fókusz, beszéljünk csak róluk, akkor se beszélünk a szigorúan titkos tisztekről, a pártvezetőiről, azok az emberek, akik be se voltak szervezve, de ugyanolyan megbízhatóak voltak. Ugyanez a fajta összemosás és ilyen narratíva teremtés nagyon jól működött a kisztesek és a párt és a munkásőrök esetében is. Ugye ment ez a, hát a sajtóba olvasható, hogy most akkor mi, mi történik a rendszerváltáson, akkor az összes kisztest előveszik. Akkor az összes pártagot elő fogják venni. Mire szolgált az egész? Ugye megrettent az, á, a, az átlagos ő, pártag, de nagyon sok pártag volt, és kisztak, hú, hát hogyha itt valami komoly rendszerváltás akkor lehet, hogy engem is elővesznek. Elveszik ezt, vagy azt, meg nem tudom, lehet, hogy valami el is ítélnek. Ez egy nagyon jó eszköz volt arra, hogy egyrészt a felelősséget összemossák, másrészt, hogy egyfajta közös csoportba gyűjtsék az embereket a radikális rendszerváltókkal szemben. Tehát, hogy akkor a átlagos pártok ugyanúgy tartson tőle, mint az MSZNP KB vezetője. Hát itt a kisznél ez a legundorítóbb és legaljasabb összemosás, hogy még leírja, hogy ez is kiszes volt, meg az is kiszes volt. Ebben a rendszerben, ha valamit egy bizonyos adott helyen mondjuk el akartál érni, akkor valószínűleg jó volt belépni hozzá a kiszbe, vagy az MSZNP-be. Azok a legnagyobb hősök, akik ezt Antikommunistaként nem tették meg, mert Vitrai Tamásnak nagyon sokan mindig mondják, hogy ő nem volt pártag. Persze, barátom, megtehetett, hogy te nem voltál pártag. Na de az, aki nem volt kommunistaként ismert, aki nem volt bizalmi emberként ismert, az bizony nem tehette meg annak, hogy egy bizonyos pozíciót el akart érni, akkor ez volt az ára. Azok szerintem azok a legfantasztikusabb emberek, akik ezt nem lépték meg. Mert erkölcsileg ők a saját életüket, pályafutásokat is valamire feláldozták azért, hogy tiszták tudjanak maradni. Na de nem ítélhetjük el azokat, akik abban a rendszerben élve igazából éltek ezzel, hogy kis tagok lettek. Kis mondjuk a gimibe, vagy nem tudom. Az nyilván már egy ilyen magasabb MSZNP tag. Hát nem moshatjuk őket össze azokkal, akik kiskábések voltak, tehát egy Szilvási Györgyel, egy Gyurcsány Ferenccel, de lehetne hogy sokáig, ők kis kábésak voltak. Az egyik a vezető testület volt, a másik a tábor. Ez ugyanaz, mint hogyha egy átlagos munkásőrről, akiről nekem nyilván megvan a személyes véleményem, aki 8 ilyen munkásőr volt, nyilván vagy teljesen elfogultnak, látom, hogy elvakultak, vagy nem túl okosnak. Tehát azt se vethetjük össze egy vezető munkásőrrel. Tehát XY munkásőr volt, jól van. Egyébként szerintem fontos lenne tudni, ki volt az nyilván jogilag tisztázott körülmények között, de nem vethetjük össze egy bokorral, most hirtelen nem jut eszembe a keresztneve, aki a tévében vezető volt, aki az MSZNP képviselője volt, aki rengeteg filmet, úszító propagandafilmeket rendezhetett, újságírós volt, munkásőr vezető volt, hát nem vetetjük össze a kettőt. És azt, hogy őket ezeket így összemossák, ez egy rendszerszerű törekvés, és meg lehet figyelni, ugye, hogy elmossuk a határokat. Maga a Kádár rendszer is egyébként erre törekedett korábban, hogy akit lehet a társadalommal valamilyen szinten megnyerjen, ugye használtam ezt a kollaborán szót, ez csúnya hangzik, de hát ha lefordítjuk együttműködő, legyen együttműködjön a rendszerre. Tehát ők is mentek erre. És később ezzel viszont vissza lehetett élni. Hiszen rá lehet mutatni, hogy te, hát te aztán te, te, is kiszes voltál, te nekem nem magyarázzál. És abból, hogy az egész média ezt sugalja, hogyha mindenhol ezt üzenik, akkor nagyon nehéz ezt itt tisztába tenni, hogy, hogy ott megszólalja, de arra, hogy én tényleg kiszes voltam, te viszont kiszkábés voltál, és hatalmas vagyon szereztél. Én tényleg kiszes voltam, és nem lebőlem senki. Te viszont, ez egy bluff, egy gumicsont. És hát ugye már vannak számok, statisztikák arról, hogy, hogy Magyarországon a rendszerváltás után mekkora volt a személycsere. A pontos számokat most nem tudom mondani, de egy összehasonlításban vizsgálták ezt, azt hiszem az Alapjogokért Központ csinált egy ilyen összehasonlítást, és hát magasan nálunk változott legkevesebbet a személyi állomány. És akkor ez most itt mindenre vonatkozik, tehát az elit, az értelmiségi, a pozit, ezek a kulcspozíciók, amiről eddig is beszéltünk, akár a média, a kultúra, és hát a, politikai rendszer is nyilván keveset változott ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy egy rendszer változott meg. Hát ez nagyjából így van, hogy nem tudom, hogy Bulgária benne van-e például, mert a Bulgáriánál látom, hogy az mindig Bulgáriát hozom fel abba a példába, hogy ma is azért foglalkoztam valamennyit, és ahhoz képest még tudok örülni Magyarországnak is, <laughs> mert ott so, az tényleg mondjuk ott, ott agyon lőtték mert... a miniszterelnököt, ott, ott, ott ott tényleg olyan szintű ablás volt, hogy már akkor majdnem államcsődbe kerültek, de biztos, hogy a többi országban szerintem igaz lehet. Az a tragikus ebbe az egészben, hogy az egész az valamennyire 56-nak az ára. Tehát 56-ban ugye mi, és az benne a szép, hogy kommunisták, nem kommunisták. Magyar zsidók, magyar cigányok, magyarok, nem mintha engem különbséget tennék itt a számozás között, de hogy mindenki összefogott, egy hortista katonatiszt, a kommunista munkást, és együtt valami ellen, legkegyetlen ebből leverték. Ugye ezután kialakult ez a, ez a kádári konszolidáció, ez a legvinámabb barak, ugye maga kádár is nagyon félt a magyar tömegtől, tehát attól nagyon félt, hogyha, hogyha sokan összegyűlnek, nem szerették ezért a foci meccseket se igazából, nem szerették, az ifjúságra nagyon odafigyeltek, hogy nehogy csoportosulni tudják, ez nekik egy óriási ilyen félelmük és traumájuk volt tulajdonképpen Kádáréknak ugye 56, viszont a másikára az lett, hogy ez egy nagyon érhető rendszer lett a szocializmus a blokkon belül. Ezért igazából a társadalom nem nagyon volt abban érdekelt, maga se, és nem nagyon látta annak fontosságát, hogy itt egy valódi változás legyen. Tehát annak, hogy itt nem történt változásnak, van világpolitikai háttere, nyilván Amerika és a Szovjetunió érdeke ekkor már az volt. Van egy belső elit, elitünk, aki ebben volt szintén érdekelt, ugye erre mondták azt, hogy a osztrák szociáldemokrata üzent a magyar szociáldemokratának, hogy azért nem velük foglalkoznak, mert nem velük vadásztak. Ez egy elég jó és értető példa elmondani, hát velük voltak korábban is, akkor utána is velük fognak üzletelni. De itt maga a társadalom sem volt igazából érdekelt abba. Ugye erre mondták azt, hogy amíg Lengyelországban a szolidaritás idején ha letartóztattak ezer embert, 80-as években, vagy százat, akkor ezer ember lépett a helyére. Ha itt Magyarországon azt a tíz radikális embert, aki ott lázadt március 15-én, meg máskor, és ezt nem gúnyosan értem, mert nagyon bátrak voltak a helyében nem nagyon lépett senki. Tehát itt igazából nem volt meg az a, az a tömeg, nem volt meg az az egység, ugye? Az az egység nálunk meg volt 56-ban, de azt az egységet igazából minden eszközzel szétbomlasztották, azt az egységet ezzel az élhető szocializmussal is megzavarták, tehát itt nem volt az a radikális ellenállás. És szerintem egy részben, egy fontos részben ennek is köszönhető, hogy nálunk így történt meg a rendszerváltás, hogy tulajdonképpen nagyon sok helyen nem történt meg a rendszerváltás. Mező Gáborral beszélgettem a Kultúra megszállása című könyve kapcsán, és ajánlom mind időseknek, mind fiataloknak, időseknek azért, mert sok olyat fognak benne olvasni, ami ismerős a számukra, és a fiataloknak meg azért, mert egy olyan világot nyit ki, amelyet mi meg már nem ismertünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.